Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Cinege részére. Kedves Cinege, üdvözöllek téged, ez a te videód, és megnézzük a titkokat, mi köt össze benneteket, mik az ő tervei, hogyan tovább, és én kezdeném a te kártyáiddal. Azok itt láthatók, és az ő kártyái vele szemben, mint egy tükörkép, itt látható. A jelenlegi helyzetedet ez a három növény mutatja. Az első arra utal, hogy ez a barátság, ez a párkapcsolat befejeződött. Te is írtad, hogy jelen pillanatban nincs kapcsolat köztetek. Ez téged betegít, de itt megvan a gyógyulás, van egy kiút. Azt nem hiszem, hogy most egy másik férfi belép az életedben, de te meg fogod a következő napokban, hetekben találni a te belső nyugalmadat, a belső egyensúlyodat. Nem kell, hogy jelentkezz nála, mert ha ő szeret, akkor úgyis visszatér, tehát maradj a háttérben, ez a növény azt mutatja, tartsd meg a büszkeségedet, mint egy királynő. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Ez a növény azt mutatja, hogy itt van egy elválás. Tehát ugyanúgy, mint te, ő is úgy tekinti, hogy a kapcsolat befejeződött kettőtök között. Valószínű vár arra, hogy te jelentkezz nála. Ez a növény azt jelenti, hogy ő egyedül van. Nincs új párkapcsolata. Az is lehet, hogy magányosnak érzi magát. És ami fontos neked, itt ez a virág közli veled. Ő gondol rád. Ő nem felejtett el téged. Tehát most az a helyzet, hogy mindketten úgy gondoljátok, hogy ez a párkapcsolat most befejeződött. Ő egyedül van és gondol rád. Téged ez elszomorít, de megtartod a női büszkeségedet. És hogyan tovább? Mi várható a következő hetekben, hónapokban, és mik a gondolatok, a tervek, ezt mutatják itt a kártyák, itt felül. Az első virág azt közli veled, néz egy másik irányba. Ez nem egy másik férfi, hanem foglalkozz valamivel, ami téged lelkesít, egy hobbi vagy a hivatásod. Kell, hogy más irányba tekints. A második kártya mutatja az isteni kisugárzást, az isteni hatalmat. Tehát az, ami téged foglalkoztat, hogy újra összejöjjetek, vagy visszatérjen hozzád, azt ne vele közöld, hanem beszélj a jó Istenhez, mert ő meghallgatja az imádat, és segíteni fog. A harmadik kártya az most utal családi témákra, az lehet a szülői ház, vagy a rokonok, viszont ez a kártya jelentheti azt is, hogy újra kialakul köztetek egy párkapcsolat, és lesz egy közös otthon. Így kell, hogy gondolj rá, így kell, hogy gondolj erre a szerelemre. Mi következik nála, vagy milyen gondolatai, tervei vannak neki, azt mutatják itt ezek a kártyák.
vannak vitái, veszekedései valakivel. Ez az Unkraut, magyarul gazt jelent, tehát gazos a kert, és ő el kell, hogy távolítsa itt a gazt. A képeknek szimbolikus jelentése van, és az azt jelenti, hogy valakivel vitái, veszekedései vannak, ez rossz hatás, és ezeket a kapcsolatokat le kell, hogy zárja, le is fogja zárni, mert pontosan ezek a témái, amiről ő elgondolkozik. Itt a harmadik kártya azt jelenti, hogy ő hűséges hozzád. És most megtekintjük a titkokat, mindazt, ami nem látható, mert még minden olyan titokzatos, vagy később fog bekövetkezni, amire még nem is számítasz. A te titkaidat ezek a virágok mutatják. A te életutadon jönnek újdonságok, vagy új kapcsolat, vagy új lehetőségek. Ez neked szerencsét hoz, mert te ebben a kapcsolatban, vagy ezeknél a lehetőségeknél nagyon jól érzed magad, szerencséd lesz. És ez megmarad. Én nem hiszem, hogy te egy új párkapcsolatot alakítasz ki, hanem én úgy gondolom, hogy nálad más életterületen lesznek ezek az újdonságok, egy új irány. Például a munkádat illetően. De lesz itt egy kellemes meglepetés, és ez a szerencse elkísér téged a további utadon. Az ő titkai itt láthatóak, ő újra nevetni fog, értékel téged, szeret téged, és jön egy meglepetés, egy ajándék. Ő visszatér hozzád, ezt mutatja itt ez a kártya, ami azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket, egy új kezdet, egy új találkozás, és ő nem jön üres kézzel, hanem megajándékoz téged. És szerelemmel közeledik hozzád, és nagy örömmel. Én úgy gondolom, ez egy gyűrű lesz. Ez az ajándék számodra egy gyűrű lesz. De ezek még titkok. Most megkérdezem az ingát. Visszatér ő hozzád? Igen, nem, vagy minden olyan bizonytalan? Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, ő szeret téged és visszatér hozzád. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ez a kapcsolat befejeződött. Amennyiben az inga megáll, úgy megállnak az események, és nem lehet tudni, mi következik. Minden olyan átláthatatlan. Az inga jobbra fordult ki, és az azt jelenti, ő szeret téged, és visszatér hozzád. Kedves Cinege, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!